Az előrejelzések szerint akár nagyobb migrációs nyomás is érheti Európát, mint 2015-ben. Erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György szerint, ha nem sikerül a kibocsátó országokba eljuttatni az ukrajnai háború miatt kieső élelmiszerszállítmányokat, akkor tömegek kényszerülnek arra, hogy elhagyják országukat. A szabadkai fegyveres konfliktussal kapcsolatban pedig azt mondta, a biztonsági fenyegetés elérte a kritikus határt. Fegyvereket, lőszereket, tucatnyi szúróeszközt, bárdot és macsétánkat is találtak a szerb rendőrök a migránsoknál a csütörtöki nagyszabású akcióban. A hatóságok ezen kívül kábítószert, hamis útleveleket és személyiket is lefoglaltak a migránsoktól, akik egymás után feltett kézzel jöttek elő az erdőből. Szerbiában senki nem viselhet engedély nélkül fegyvert, senki sem lehet embercsempész. Szerbia nem fogja megengedni, hogy különböző bűnözők gyűjtőhelye legyen. Szerbia nem migráns parkoló, nem hagyjuk, hogy az embercsempészek veszélyeztessék az itt élőket. Fogalmazott az akció egyik helyszínén Szabadkán a szerb belügyminiszter. Éppen ezen a környéken volt fegyveres összecsapás a migránsok között két hete, akkor többen súlyosan megsérültek, egyikük meghalt. A tarthatatlan állapotok miatt a helyiek tüntettek is múlt szombaton, holnapra pedig ismét tiltakozást terveznek. A szervezők szerint mostantól rendszeresek lesznek a figyelemfelhívó akciók. Ez már a magyar határhoz közeli Nagykikindai befogadóközpont. Itt sem telik el úgy nap, hogy ne riasztanák a hatóságokat, ugyanis mindennaposak az összecsapások. A migránsok egyre agresszívebbek, verekednek és késsel támadnak egymásra. Mindennaposak az összetűzések, mindig előkerülnek a kések, ilyenkor hívják a rendőröket, akik figyelmeztetik a támadókat, mondta ez a pakisztáni férfi. Eközben a szerb-magyar határ gyakorlatilag migrációs ostrom alatt áll, csak csütörtökön 780 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a magyar rendőrök, az éveleje óta pedig több mint 120 ezer illegális migránst állítottak meg a hatóságok a déli határon. A nyomás pedig csak nőni fog, mivel az élelmiszer hiány miatt újabb tömegek fognak elindulni Európa felé. Erről a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György hozzátette, még a 7 évvel ezelőtti migráns áradatnál is nagyobb nyomásra kell felkészülni Európának. Jókunk van azt prognosztizálni, hogy a jelenleginél nagyobb, akár a 2015-ös nagy nyomást is elérő, vagy akár meg is haladó migrációs nyomásnak lehetnek kitéve az európai határok. Itt nem csak a balkáni útvonalra, ahol mi is védekezünk, gondolok, hanem a spanyol határa is, ahol szintén súlyos összetűzések voltak az elmúlt hetekben, vagy akár az olasz partokhoz érkező migráns tömegekbe. Vagyis a migráció egy tartósan velünk maradó, mindenképpen fontos politikai döntést igénylő kérdés, amely alapvetően érinti az európai emberek biztonságát, mindennapjait. A kormány a héten már bejelentette, hogy fokozza a haderő készenlétét, és hamarosan szolgálatba állnak a határvadászok is.